Ha itthon vagyok, és nincs a reggeli fél hatos indulás vonata, akkor a gyerek óvodába, a kisebbik, a nagyobbik meg iskolába, vagy hát ha úgy van, akkor osztjuk, hogy kicsit én a nagyobbat a feleségem, vagy fordítva. Az a lényeg, hogy mindig mindegyikkel tudjunk időt tölteni. A megyei alelnök lelkesen mesél arról, hogy indul egy átlagos napja. Karákosnak eddig is volt dolga bőven, a feladatok azonban tovább gyarapodtak. Ő lett ugyanis a Fidesz megyei elnöke, Szakács Imre örökébe pedig nem könnyű lépni. De talán ennél is nagyobb kihívás, hogy a nemzetgazdasági miniszter a győri Audi beruházás szakképzési felelősévé nevezte ki. A Parlament Szociális és Foglalkoztatottsági Bizottságának alelnöke komoly feladatnak tartja a megbízást, de biztos benne, hogy megfelelően tudja segíteni az autógyári fejlesztést. A nemzetgazdasági miniszternek a megbízása az arról szól számomra, hogy abban segítsek, abban működjek közre, hogy pontosan, precízen, egy erős háttérrel tudjuk az Audi bővítéshez, gyárépítéshez a képzett szakembereket biztosítani. Ez egy nagyon szép, fontos, érdekes szakmai feladat, hiszen van ebbe felnőtt képzés, van az iskola rendszerből kikerülő gyereknek a képzése, és hát van egy olyan feladat, amiben eddig elsők voltunk az országban, és szeretnénk elsők lenni, a duális szakképzést. A nem mellesleg még országgyűlési képviselőként is tevékenykedő politikus szerint egyelőre minden rendben van az Audi fejlesztéssel kapcsolatban. A gyár a jövő év elején újabb 1000 embert vesz fel, a szakember utánpótlás pedig biztosított. A megaberuházás egyébként nem csak a multicég, de egy győr életében is mérföldkőnek számít. A rendkívül szerény Kara Ákos pedig azt reméli, hogy szakképzési felelősként beírhatja majd magát nem csak a város, de a régió képzeletbeli történelem könyvébe is.